És ha netán problémák lettek volna, elnézést kérek a kedves nézőktől, legkevésbé sem tehetünk róla. Lehet ugyanis, hogy néhány magánközlemény, lévén, hogy nem hallom Budapestet a vonalon, nem tudnak elindítani rendesen, így meglehetősen öntevékenyen kényszerülök elkezdeni vagy abba hagyni. 16 óra 10-ig kaptunk most időt ebben a futamban, tehát ebben bőven belefér ebben még a következő döntő. Most először hallottam egy kedves férfi, különösen kedves férfi hangot Budapestről, amelyik azt mondta, hogy rendben van, tehát akkor valamelyes megnyugodhat az ember. Nehéz megvívni a technikával, sokszor ki tudja, hol akad el a vonal. Minden esetre most már rendben van, és ha lehetett látni a képet, már az elég. Amíg ez néha hang is volt, annak csak külön örülhetek. Az már csak igazán szeplő az egészen, hogyha én nem hallom, hogy mikor indítanak el, és hogy rendben van-e minden. Tehát a Hölgyek Kajak 2-es versenyében Donuzéva és Cigány Kinga képviseli Magyarországot. Jól versenyeztek a középfutamban, noha a harmadik helyen kerültek tovább, de láthatóan nem erőltették a dolgot. Kettes pályára kerülnek, ami egy esetleges szél esetén, hozzáteszem, tökéletes a szélcsend, egy esetleges szél esetén van jelentősége. Egy titkos esélyes, ott hátul már ott ül a bronzérmes egyes kajakozó, svéd hölgy, az Susanne Gunnarsson, és egy másik Zsuska, Rosenqvist kisasszony, mindketten a négyes tagja is ül elől, és tegnap ötödikek voltak a négyesben, de a svédek is, főleg a női evezőseik révén egyre jobbak. Az egyes pályán Hemens és Philip, Egyesült Államok, őket látják a képen. Dan Hemens és Tracy Phillips eddig nem sokat hallatott magáról, 2 perc van még a rajtik hátra. Mellettük mennek majd a mieink. Meglehetősen kint a, hogy mondjam, a fősodorból értem ezen azt, hogy az esélyesek sokat feljebb mennek. Ez lehet jó is, rossz is. Jó, mert csak jobbra kell nézni, és mindenkit látnak, akitől félni kell, tartani kell. Rossz is, mert azért, ha az ember érzi maga mellett, vagy főleg maga mögött már azt, akit meg kell verni, akkor azért az ad plusz erőt. Donuzéva 89-ben már Mészáros Erikával ezüstéremes volt, ez 90-ben megismételte. Cigány Kinga viszont 93-ban és 94-ben volt Mennyászki Szilviával ezüstérmes ezen a távon. Most tehát két korábban a dobogó második fokáig jutott versenyzőnk összeült, és nagyon jó párost alkotnak. Itt Borchertet látták ausztrál színekben, már az egyesben indult, emlékeznek rá. Ann Wood, aki négyes kajakban volt tegnap negyedik az ausztrál csapatban. A lengyelek egy világbajnok nővel, Urbanczykkal és Dylewskával. 94-ben Urbanczyk más párral volt világbajnok. Izabela Dylewska-Swiatowiak pedig egyéniben most nem vállalta, szintén korábban szült, de nagyon erős, nagyon veszélyes egység, győzelmi esélyes. Tehát elsősorban az ötösön Urbanczyk és Dylewska, a négyesen, nem tudom, említettem-e, itt vannak ők, elől Anett, Schuck, mögötte Ramona, Portwich. Ramona Portwich 2-szer is volt világbajnok ezen a távon, 90-ben és 91-ben, más-más partnerrel, Fonseca-kkel egész precízen. Anett Schuck pedig tavaly a négyes kajakban volt világbajnok. És hát a egyáltalán négyesben már mindketten sokszor világbajnokok. Tehát itt alulról a második, elől Donusz Évának fehér hajpántja látható.
fönt nagyon erősen, óriási erővel indították meg a hajójukat a lengyelek, és már vezetnek is. A lengyelek és a svédek. Alatta a német hajó és a magyar a negyedik helyen pillanatnyilag. Tehát viszonylag jó indulással. Donusz Éva remek ritmusban diktál, Cigány Kinga pedig nagyszerűen hajtja a hajót. Schuckot és Portwichot mutatják, jó lett, nem ők vezetnek, egyel följebb Urbanczyk és Dylewska az első helyen pillanatnyilag, és fölöttük a svédek is szenzációsan jönnek, de versenyben vannak a magyarok is. Pillanatokon belül 250-nél vannak, a lengyeleket mutatják, hiszen mondom, ők vezetnek, Urbanczyk és Dylewska. Itt pedig a magyar hajó, a kettesen, az amerikaiak már leszakadtak, azért nem láthatók. Jól mennek a mieink, sőt, vezetnek is mintegy 10-20 centiméterrel. Kitart ez végig? Minden esetre nagyszerűen haladnak, remekül jönnek előre. A magyarok az első helyen, a másodikon a lengyelek, a harmadikon a németek pillanatnyilag. Erős 100 méter van még hátra, Donusz Éva, lesz erő a hajrára, Éva. Úgy tűnik nem nagyon, bár még mindig van egy csekélyke, egy picike. Most már azonban visszaestek kissé, a helyezésekért küzdenek. Teljesen együtt, tud-e még rátenni? Negyedik helyen most már. Egyre jobban visszaesnek, a németek vezetnek, a mieink éremére hajthatnak, a német hajó nyert. Talán egy harmadik helyet sikerült elcsípni. Talán egy harmadik helyet, ezt a lassításon fogjuk látni. Fantasztikus hajrával jött föl Schuck és Portwich, és a már úgy nézett ki, hogy ez a nap a németeknek nem sikerül, itt alul vannak a mieink. Nos, a vonalnál már látom, hogy érem sem sikerül. Lengyel, svéd, a németek mögötti másik kettő, és Éváék negyedik helyre jöttek. Tehát német, lengyel, svéd a sorrend. Miközben a lassításban nézik a hölgyek, urak, a győztes női páros, itt a vízből kiszállókat ünnepli a közönség. Már meglehetősen letörten a hazaiak, hiszen nem úgy alakult eddig ez a nap, ahogy remélték. A nap megmentői, Anett, Schuck és Ramona Portwich, méghozzá egészen mélyről hátulról egy egészen káprázatos hajrával győztek. Nagyon-nagyon jól alakult a verseny, kétharmada a két magyar kislánynak. Sajnos a végére aztán nem úgy jött be. Nagyokat hallgatok itt közben, mert kiszúrtam, hogy Kőbár Rita közben erre jár, úgyhogy most végre sikerült ide csalogatni, tessék helyet foglalni. Én nagyon remélem, hogy összejön a technika. Hall most engem, Rita? Igen, jó van igen. Akkor. Ja, most egyet mondjon meg, mert azóta ezt foglalkoz, hát ez is gratulálok. Nagyon köszönöm.
mit mondhatnék, még nagy boldogság volt nekem is. Gondolom magának is szemtek. Rám lett szólva. Szép magyarosan mondtam, szóval rám lett szólva az előfut, vagy a középfutam. Azt akarom kérdezni, annyi éve, hogy úgy megyem, ott toporgott a győzelem előtt. Jó, hogy ott volt Spitz is, de hát most is ott volt. Mi volt most a fölkészülésben az a kicsi plusz, amivel ilyen irtóztató fölényem az első futamtól kezdve? Tulajdonképpen, ha az ember nem félt attól, hogy elkiabálja, tulajdonképpen véges végig biztos volt, hogy magát nem lehet itt megverni. Nagyon jó formában voltam, igen. Az a plusz, az azt kell mondjam, hogy egy nagyon nagy mínusz volt, mert májusba kerültem vissza Katrinéhez. Kicsit hangosabban mondja, drágám, hogy én alig hallom. Szóval, hogy Fábiáni Rozsnyékatán én a 3 hónapja kezdtük újra el a felkészülést, és én akkor nagyon-nagyon mély ponton voltam, és azt hiszem, hogy ez volt az a plusz, hogy azt mondtam, hogy innen föl kell állni, mert sokkal rosszabbul mentem, mint most, és irtózatosan dolgoztunk, napi 6 edzés, minden perc, mindenről lemondtam, de koncertről, moziról, egyszerűen 8 órakor aludtam, szóval tényleg mindent azért, hogy kipróbáljuk, hogy milyen egy ilyen 3 hónapos felkészülés, hogy jövőre, amikor sokkal rövidebb időszak jut az olimpia előtt ugyanerre, akkor tudjuk, hogy mit kell csinálni. De azt hiszem, hogy pont ez volt a plusz, hogy annyira mély pontról kellett kezdenem valamikor májusban, különböző okok miatt jutottam el odáig, és onnan fölállni, és azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb feladatom, és ez a legnagyobb erősségem is. Nem volt se betegség, se sérülés, semmi igazat. Hát ennek kiabáljam, éppen tegnap jött, tegnap előtt a légkondicionáltól egy kicsit a torkom fáj. Igen? Igen, sajnos nem bírom. De maximálisan ki tudtam kezelni magam, és azt mondom, hogy nagyon sokan voltak velem, mert még életemben ilyen nyugodtak nem voltam. Igen, nagyon éreztem, egyszerűen minden feszültséget ki tudtam adni magamból. Rettenetesen megvette a benzőint, ez tény, ez őrületesen, ugyanúgy, mint az előfutam bakkal, és hát azt mondták, hogy még soha senki ezen a pályán ilyen időt nem ment. Én már gondolom, hogy már a rádióban üzent Kati néninek. Igen, el tudtuk de hát a feltételezem, hogy náluk a rádió is, meg a tévé is egyszerre bekapcsolva, azért, ha akar. Én csak egyetlen egy szót, hogy nagyon köszönöm, mert ezt tényleg együtt csináltuk, és egyszerűen szükségem van rá, és csak együtt tudjuk ezt csinálni, és ez a csodálatos a dologban, hogy egy horvát kolonics párosnak is van egy olyan edzője, meg mindenkinek van olyan edzője, akire biztonsággal támaszkodhat, és ez nagyon nagy terhet vesz le a versenyzőről, hogy nem kell azzal törődnöm, hogy én kigondoljam, egyszerűen csak meg kell csinálni azt, amit mond, és hogyha hiszel benne, azt hiszem ez a hit győzelme volt igazán. Hát jó van, nagyon szépen köszönöm, és még egyszer gratulálok. Köszönöm. És még hátra van egy. Igen, holnap. 201-204. Ez már gyerekjáték, igaz? Rövidebb, igen, és ez nagyon jó. Bár én emlékszem tavaly, hogy meg mozdulni nem bírtam másnap, ahogy befejeztük a 400-as döntőket, mert olyan izmaim fájtak, amiről tudom, hogy létezik, de még sose éreztem borda hát közül. Hát igen, és gratulálok, és köszönöm. Emlékszik reggel, azt mondtam magának, igen, hogy nagyon lekötelezne a nyerni. Hát igazán ezt kívánom magamnak holnapra is. Köszönöm, köszönöm. Itt leszek volna. Kedves nézők, most akkor ezek után visszakapcsolunk, hogy a hátralévő 2 döntőnél is újra itt lehessünk, és én nagyon remélem, hogy Kolonics Gyuriék eredményhirdetését is élőben tudjuk adni.